Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Ájjaj, te Juli, Juli, hát ha ezt látnak, hallgatom, hogy Juliska. Miket csinálsz, te Juliska? Hát a Feri kért meg, hogy feküdjek rá. Igen. Hajoljak rá a mikrofonra. Jó mikrofon, az igen. Egy óriási A betűt formázott a szájából, és Juli ráhajolt a mikrofonba. Hello, Juli, milyen idő van kint? Azt mondják, süt a nap, jó idő van? Mi van kint? Kocsival jöttem, de egyébként igen. Hát egyébként nem rossz. Hűvös, még hideg. Na, hát most mit mondjak, ugyanolyan, mint amikor jöttetek szerintem. Gyerekeket szétdobáltad suliba, nagy kabát már kellett reggelre. Igen, a lányom kritikán aluli állapotban ébredt. Én nem tudom, nektek nincsen, hogy bármit csinálsz, nem jó. Pedig én úgy de kell, úgy nem jó vagy egy gyerek? Nem, nem, vagyunk senkinek. Mind a hárman, úgyhogy jobb vagy ide. Órákat dolgozom, hogy jó legyen. Mindig csak az, hogy ennyit tud. Tücsörögve ébresztettem, simogattam, keltettem. Hagyjál végén. Ez egy nagyon jó dolog, de ilyenkor gondolja arra, hogy ugye sokszor a gyereket, ha felkelted, akkor van egy elvárásod, hogy viselkedj, miért undok, miért nem aludni. És aztán rájössz, hogy basszus, én ugyanígy kelek, és ha én kelhetek, és engem nem csesztet senki, a gyerek miért te kelhetne azért, mert gyerek, nem? Mert te vagy az apja. Igen, jó? De hogy egyébként milyen hülye elvárás, hogy ne legyen rossz kedvű, keljen, azonnal jó kedvű legyen, öltözön, hányszor kelünk úgy, hogy rossz kedved van, hogy nem kíván senkit, hogy utálod az egész világot, hogy rosszul aludtál, nem? Hányszor van ilyen, és a gyerek ezt miért engedhetné meg magának azért, mert 20 éve vagy 25 éve fiatal, és azonnal minden szülő elvárás, hogy jó kedvű legyen, keljen föl, induljon iskolába, mosolyogjon. Közben jó, miért? De egyébként ez tök könnyű visszagyúrni, legalábbis szerintem egy felnőttnek. Oda viszem a kakaót, betakargatom lent a kanapén, tyütyörgök neki, sőt, ha látom, hogy rossz paszban vannak, még fel is öltöztetem, tehát nem várom el tőle, hogy ő öltözzön föl. És ez a pasi? Elegére... Nem, ja, a lányom. Azt mondom, hogy... Ja, nem, mondom, az nagyon-nagyon menő, hogy így próbálod. Mondtad, hogy könnyű visszagyúrni a felnőtteket. Mert felnőttek könnyű visszagyúrni szerintem egy gyereket, mert a felnőtt, hogyha rossz kedvel kell, és utána odahozza a férje, vagy a felesége a kávét, vagy a reggelit, akkor szerintem ott nehéz rossz kedvűnek maradni. Te ágyba viszed a reggelit? Nem viszem, de kijön, lejön, és csinálsz neki egy kávét. Csinálsz neki kávét? Igen, miért? Nem csináltak egymásnak kávét? Nincs kávéfőző. Ja, úgy mondjuk úgy nehéz. Tudod, mennyire hiányzik reggel egy kávé? Egy szörpöt. Egy friss áfogy a szörpöt. Most akarok venni egy kávéfőzőt, hogy tudjak kávét inni reggel. Jaj, kézzétek el, holnap megyek az első twerk órámra. Mi? Nem, nem mondod, hogy twerkelni mész. De. Mi az a twerk? A twerkelés az egy... Mi az a twerk? Mindig elfelejtett, hogy bácsik is ülnek itt. Láttál hip-hop klipet, akkor... Jó, ja, fenék! Segrázás! Én azt gondoltam, hogy ez annyi, hogy az ember rázza a fenekét, és azt gondoltam, hogy ez így annyira nem egy nagy mutatvány, aztán így egyszer megpróbáltam úgy csinálni, ahogy ők csinálnak. Kérdezni is akartam, hogy miért növeszted. Ez olyan, mint a rútát, azt gondoltam, hogy csak fölkapaszkodsz rá, meg kell fogni valamit, és brutálisan néz a twerkelés, és ugye az a fenékrázás, tehát konkrét gyakorlatok igen, vannak, igen, olyan igen. Feneked lesz, Júli, olyan hogy... Olyan lesz, hogy őrület. Űr, a pohár megáll. A technika. A technika, igen, azt mondják, hogy iszonyú jó, egyrészt nagyon jó alakot csinál, másrészt pedig, hogy, tehát, hogy fittebb, erősebb, persze, szuper persze. Jó. Igen, nyilván ez a cél. A rúttánccal az a baj, hogy otthonra nem fog tudni beszerelni egy rúttáncot. Gondolkodtam rajta, hogy elmegyek, de én nem, tehát egy én nincsen hely arra, hogy én valahova beszerelni. Az álmenyezetbe tudod. Az elsőnél, klasszik. Nem kell azt fölül is megfúrni, tehát vannak már olyan rúdak, aminek olyan a talpa, hogy megfogja a sűzőt. Hát te ezt honnan tudod te? Te gyakorolsz vagy a Miki? Nem rossz, nem rossz. 200 négyzetméteres nappalitokba oda be lehet tenni, sok minden. Hát az fontos, hogy jól nézzél kis rúdtáncoljában, hogy legyen helye. Vagy ha igazán, minden nem megy. Ha igazán akarod, akkor érted, hogy a vekevén van egy csomó behajtani tilos tábla, hogy ilyesmiért. Egyet hazaviszel. Vagy ki megy oda a sarokra. Igen, Miro kitépi. Szóval kérdése leszek, hogy csütörtökön le fogok-e tudni ülni, mert hogy állítólag az első edzés után nem nagyon lehet. Mármint, hogy azért, mert hogy iszonyú izomláza lesz. És mit mondanak, hogy mennyi idő után látszik? Tehát mikor kezd el gömbölyödni jönni a popsi? Ja, hogy mikor, azt hát, nem mennyi idő után? Nekem már most is gömbölyű. Jó, jó, hát, jó, 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 frissen sült cipó. Olyan lopezes. Egyrészt lopezessé és jó technikássá legalább egy-két hónap kell, attól függ, hogy az ember mennyire suta. De én nem vagyok suta. Ja, te nem vagy suta. Úgyhogy nem. Ügyes leszek. Na, téged szóval, nem nevezhet senki sutának. Holnap indulsz? Na, elmeséled akkor jövő hétfőn. Jó, elmesélem, persze. Csak csajok vannak, vagy állnak pasik is? Légy, ne legyél már illúzió romboló. Miért? Hát a spinning el lehet egy pasi. Nem, én nem akarom, hogy pasik twerkeljenek. Olyat, ez lesz a szülinapi ajándékot, olyat twerkelek neked jövőre, májusban.
Lekötöm a kezed hátra, bekötöm a szemet, és amikor azt gondolod, hogy a legbrutálisabb nőt rendeltem meg magamnak, leborotválom a fenekemet, brutálisat verkelek, nagyon fogsz mosolyogni, és a végén leveszem a szemkezet. Már látom a szemelődött, hogy a padló szőnyegen fekszel, és jössz felém, megyek feléd, és azt mondom, hogy mindent a kéznek, semmit a szemnek, megfoghatod nyugodtan. És a végén kiderül, hogy én voltam. De ha már ügyes leszek, egyébként nagyon szívesen megtanítok néhány trükköt. Azt az biztos, hogy nagyon örülnének neki otthon. Szeretni fogom majd 10 óra. Anya, majd picit később megyek, mert Júli mutat nekem néhány tverk technikát. Nem, úgy, hogy... De most az, hogy fog meg a combodat, két kéze hajolja előre, és rázza segget, hát nem ő teszi oda. Neked, hanem hogy... Nézd, a papucs, de... Mutatnám neked. De ez itt kinek tverkeljen magam. Nézd, mi ez a lábszak? Ja! Te facsker, mi az, hogy leülsz egy padra, és kettő tverkel, és te megpróbáld leutánozni, tehát nincs semmi. Én is tudom csinálni. Aztán tudom használni valamire. Most hazamegyek, és elkezdek tverkelni. Hát tverkelsz egyet a Móninak. Ja? Csinálsz egy kis masnit, átkötöd a fejedet, és azt... Kedvet csinálok neki haladó technikákhoz. Igen. Na, mi történt veled, Gyuli? Ezen kívül mi tverkelni? Srácok, hogy életemben először megkaptam a férjemtől azt, hogy illúzió romboló vagyok. Ezek durva szavak. És befordult. Befordult a fal felé. Befordult a fal felé, igen, és hát csak hosszas unszolásra lehetett újra visszafordítani. Tehát, ez nálatok neuralgikus pont, azért erős, vagy, tehát vagy óránként háromszor, vagy nem akarja. Tehát, nem, ez azért, igen, azért nagy, minden egyszerűen forog azért állandóan nálatok. Ez azért nagy szó nálunk, mert hogy nálunk ilyen sose volt még. Tehát, hogy ahogy a múltkor elmondtam, hogy... Pont igen, múltkor mesélted. Igen, tehát, hogy ez azért nagy szó nálunk, mert hogy a Miró szájából, ha ilyesmi elhangzik, akkor valami nagyon nagy probléma van. És a körülményekről pár szót, mama bugyi volt rajtam. Bocsássatok meg, a mama bugyi nem azt jelenti, hogy mint a Bridget Jonesban, hogy idáig ért, hanem az a normál, hát a normál bugyi, ami a férjem szerint mama bugyi, olyat már csak a 70 évesek hordanak. És volt rajta egy pecsét, hogy magyar vörös kereszt. És mivel én fektetem a gyerekeket, és néha előfordul az, hogy elalszom az ágy végében, ezért állítólag nagyon kócosan és félálomba jöttem le a lépcsőn, és úgy bújtam oda hozzá, hogy szépen, Mirókám, na, akkor mi lesz most? Legyen valami, vagy ne legyen valami. Aha, és hát ebben a bugyiban? Igen, és pólóban, és azt mondta, hogy hát ez annyira illúzió romboló, hogy ezt inkább akkor most felejtsük el. Ez milyen bugyi? Ez a vastag? Ez a tundra bugyi? Nem tundra bugyi ez. Persze, Miró szerint az, de nem tundra bugyi. Ez egy, hát nem tangana, hát egy ilyen tök normál. Nem francia. Nem, mert az... Nem. A francia nem, az a francia jó. A francia nagyon jó, szeretem. Nem volt semmi, nem értem. A francia jó, az finom. Nem, hát ez egy teljesen normál bugyi volt, de az a lényeg, hogy most először fordult elő ilyesmi, és ennek apropóján aztán így elkezdtem beszélgetni tartós párkapcsolatban élő barátokkal, barátnőkkel, hogy ki milyen szituációban hogyan lohad le a vágy leggyakrabban, vagy mik azok, azok a pillanatok, amik abszolút illúzió rombolóak, és akkor bármi történik, utána már semmi sem jön össze. És egy csomó történetet találtam, ahol nekünk összecsengenek az én életem az ő életükkel. Még azonnal kölbe hívott a barátnőket ilyenkor, és akkor ilyen gyűlös voltatok valamit, ezt mondtam férjem, úristen, csak megbeszélitek kizállat az Európa-ban. De most olyok ilyenek, hát másnap reggel fölhívják a barátnőket, és elmesélik, hogy mi történt. Hát így össze szoktunk jönni, lányok, és akkor ez így szóba kerül. Hát mi? Hát a csajok szoktak ilyesmiről beszélni. Hát persze, fiúk is, csajok is, persze. És az első és leggyakoribb, mert összeszedtem, hogy a szomszédban ott van a gyerek, és álmában beszél, vagy járkál. Sőt, képzeljétek el, hogy az egyik barátnőm azt mesélte, hogy egyszer annyira belerendültek, hogy észre se vették, hogy átjött. Alvajáró a gyerek? Nem. Átjött. Fölébredt, hogy fél hozzánk is átjön a Benét csomószor, igen. Ne bánsd anyját! Anya! Hát, hogy megmondtam már neked. De nem mond már, nektek volt olyan, hogy átjött akkor? Nem. Akkor mindig kirakjuk, hogy ne zavarj. Igen. És áram van, ezt nem olvasd. A kredencet az ajtó elé. Körbe van kerítve a hálószoba, és 10 000 volt van a kerítés. Van egy összes humoros piktogram, és mögötte két felkiáltó. Igen, anya, apa most eson dolgozik. Nem, úgy nem jött. Hát mondom, hogy egyébként egy csomószor megjelenik ő is a kis párnyával, hogy most rosszat támadott, hogy vihar van, majd nem tudom fél, és akkor egy indián fejessel bevetődik oda kettőnk közé. Tehát, hogy amikor azt hallod, hogy a szomszédban a gyerek motoszkál, akkor kimerülvedik a pillanat,
és hogyha hallod, hogy el is kezd járkálni, akkor nagyon zavartan húzott fel a ruhádat, majd rájössz, hogy csak alva jár, és éppen a szoba másik oldalára készül bekuckolni. Tehát nem célja az, hogy átjöjjön, de hogy mondjuk a szobában marad, az se izgalmas. Hát igen, mindegy, az a lényeg, hogy mozog. A másik ilyen, ami állítólag nagyon illúzióromboló, és hazavágja a vágyat, az az, hogy ugye a tartós párkapcsolat az együtt jár azzal, hogy egy csomó olyan dolgot csinálsz, amit azelőtt sose csináltál a szerelmed előtt. Fület pucolsz, pisilsz, Sarkit az azért, vagy Sarkit az, tehát hogy most a legdurvábbakat mondod. Azért hallod. Ti nem szoktatok pisilni a... Kikérem magamnak. De hogy nem, egyébként. De szoktunk pisilni, képzeld el. Mert a Sorbeték mondták egyszer egy interjúban, hogy náluk két fürdőszobája van a hálószobának, van egy a Rékának, van egy a Norminak, mert hogy van egy csomó olyan dolog, ami nem tartozik a másikra, és nem akarják látni, hogy olyat csinálok. Ezt nagyon sokan csinálják, ezt én is hallottam egyébként. Tehát, hogy megmaradjon az intimitás, hosszú évek alatt se történik semmi olyan. Tehát, hogy nem mutatkoznak egymásra. Mesztelen nem mennek közösen. Budira külön mennek. Tehát én is hallottam, hogy ez létezik, hogy ugye minél több... De mész ki a fürdőszobából mesztelenül? Hát csak mondjuk, hogy kimész utána, vagy kimész előtte, igen. Rosszabb esetben nem kakéz. De jó, tehát ezt úgy is tudod, hogy ez van. Hát ez most érted. Hát csak látni. Hát csak nem látni, nem biztos, hogy akarok. Jó, de hát ki tudja, hogy Norvégnál mi megy otthon, érted? De az meg a másik, azt nem tudjuk, igen. Te azon gondolkoztad, hogy lehetne ezeket a vágyú lohasztó dolgot elkerülni, vagy hogy ez mennyire mérgezi a kapcsolatodat? Nem, leginkább az, ugye azt vettük sorba, aztán ugye gyorsan, mivel ott volt az élmény, ezért le is írtam, hogy másoknál ki, mi miatt dől be ez a bizonyos vágy, és ez volt például a gyerek, a szomszédban motoszkál, az nálunk is megvan. Ez a fajta például az, hogy látom a férjemet pisilni, az engem annyira nem vág földhöz, mert de nem látom. Lehet, hogy egyébként sok helyen a gyerek inkább csak egy jó közös nagy kollektív hazugság, vagy egy közös nagy kifogás? Tehát ez nem lehet, hogy arról szól, hogy egyébként két ember kívánja egymást, akkor ez kívánja egymást a gyerek mellett. Nézd, is. Múltkor is megkívántuk egymást, nézd meg, mi lett belőle. Nem azt mondom, hanem ez a nő is azt mondja, hogy fáradt vagyok a gyerek miatt, a férfi is azt mondja, hogy fáradt vagyok a gyerek miatt. Ez egy jó, ez egy senkit meg nem bántó, jó, elfogadott, mindenki által elfogadott közös nagy hazugság. De ezért nem gondolom azt, hogy azért, mert gyerek van, hát ha te nem kívánod a párodat, vagy az elmúlt, akkor az a gyerek miatt múlt el, hanem akkor ki kell mondani, hogy valami miatt unalmas, egy síkú, nem tudom, nem foglalkozik magával, nem kívánom a feleségem. Ez nem a gyerek miatt van. Én értem, fáradtabb vagy, korán kelsz, a nőnek sincs kedve, mert nyűgösebb, de azért ez nem öli meg a vágyat, ez hosszú ideig te gyerekre fogod, az szerintem sokszor inkább kifogás, mint valódi érv, hogy te azért nem szexelsz. De hogy is, 3 hónapja nem feküdtél le a férjeddel, vagy a feleségeddel, az azért történt, mert azt most nem kívánod. Lehet ez bármire fogni, hogy a gyerek, meg a sok munka, meg fáj a fejem. Ez nem így van. Ha kívánsz valakit, akkor lehet, hogy csak 3 percig, 5 percig van egy röpke pillanatod, szexeltek egyet. Mondjátok, ha nem így van. Ez csak én kérdezem, abszolút nem? Így van. Ezek ilyen nagy kollektív családon belüli hazugságok, kicsit a mamának is kényelmes, kicsit a papának is kényelmes. Nem kell szembesülni, nincs az, hogy most te vagy ronda, te hisztál meg, téged nem kívánlak, a gyerek. Hazudjunk együtt közösen egy nagyot, senki nem sérül. El is fogadjuk, és akkor az ugye el vagyunk havi egyel, vagy havi kettővel. Szerintem nem? Nem így van? Ez párkapcsolatban szerintem ez, hogy is mondjam, megengedhetetlen. És akkor is, hogyha azt érzem, hogy egyébként kilóg mindenem, és fáradt vagyok, és nyűgös a gyerek miatt, bizonyos szituációban szerintem akkor is. Jó, hát tudjuk, hogy nálam az asztalra csapnak, hogy véged van, tehát ne vagy belász, vagy véged van, tehát ami erről beszéltünk azért a Miró mellett. Nem, a Miró már jössz is. Igen, fogja az AK-ját, előveszi, át, hogy a szomszédba lövöldözni, tehát te azért nem mersz nemet mondani. Nem erről van szó, csak azt gondolom, hogy ha van egy párom, akinek én igent mondtam, és szerettük egymást, és valahova jó volt, akkor nem várhatom el, hogy alkalmazkodjon egy új szituációhoz, hogy ott van egy gyerek, és tehát ez nem lehet okozója, oka annak, hát, hogy csak óhatatlan előfordul, mert nem életszerű az, hogy mindig minden annyira top, érted, hogy mind a kettő nagyon jó formában vagy top, hogy a gyerek iskolában van, hogy ki van szellőztetve, ki van mosva, ki van takarítva, és egyébként halkzene szól mindenhol gyertyák. A szellőztetés az külön, az nagyon fontos. Így van, én mindenképpen, figyelj, én kis tűnőm van, nagyon fontos a sok oxigén. Én értem, hogy ápolt lejönne a kis szellőztetett lakás anélkül is. Tehát aznek bemegyek és érzem, hogy na, itt egy órája nem volt a friss levegő. Ebben a párbeszédben persze a gyerek és az, hogy ritkul a házassági élet, az egy tünet, de itt most kifejezetten arról van szó, hogy mi az, ami kinyírja akkor abban a pillanatban. Na, de a hangulatot, csak, és ezt, hogy akkor meg. A szomszédban motoszkálhat. Bocsánat, elnézés, Schuldig Mungu bitte. Hogy figyelj, ez most itt rólad szólt ez a történet, de mi van olyankor, amikor a férfi illúzió romboló? Mert ezek most ilyen tipikusan női dolgok volt, és amikor a férfi büdös, részeg, na, igénytelen, hát igen, ez is mindjárt jön a sorban. A következő az volt, hogy amikor már lesevetkőzünk.
Tehát, hogy úgy történik a dolgok. Ami nem csak nálunk. Legalább a cipőt rúg már lemíró. De nem, most várjál, most nem csak rólunk van szó, hanem úgy általában. Tehát a nagy női transzporti legutóbb azt hozták föl a csajok, hogy az is probléma, az is illúzió romboló, és az embernek elveszi az egész kedvét, hogy már egyáltalán nem készülünk erre az egész történetre. Úgy néz ki, hogy rajta marad a férjén a zokni, a másikon a póló, sőt, olyan is van, ahol csak letolják a putyit meg az alsónadrágot, amit én egész egyszerűen nem is hiszek el, hogy ilyen létezik. Nem veszem a hasítási után konyhában, hogy 5 perc igen, rajta marad az 5 perces más, az más történet, de hogy tényleg... Macina, hát. Melegítő alsó, hasítási? Kicsit a borzasztó, meg szerint, amikor a Mirót én például meglátom zokniban, én röhögő görcsöt kapok, tehát ugye abban a pillanatban veszi. És a bal kezében az autós táskával. Amiben a céges bevétel van, tudom. Szóval... Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, igen, önmagában. Hogy tartott fel hosszú éveken keresztül a vágyat? Hát azért ez egy komoly meló, nem? 6-8-10 évesen több gyerekkel azért azon melózni kell, hogy én ez működjön. Nagyon, szerintem egy hülye szitu, hogy én például sokszor megkapom azt, hogy hát nem csinálok semmi olyat, amitől neki, ami vágy kell tőle. De! Hogy ne, állj, várj. Éppen tverkelni, miért rútáncolsz, mesztelen jogára készülsz, a múltkor elmesélted, hogy táncoltál neki otthon, hát azért... Nem, de hát, hogy nem teszek apróságokat meg, például nem veszek föl egy tangát, vagy nem vagyok nagyon cicás. Miközben a férfiak egyébként általában hogy várják a nőket egy ilyen helyzetben? Ő most nem kell visszavágni. De igen, mert most megteszem. Jó esetben kezet mos. Hát kezet mos, meg megfürdik. Na, de mit, de Pasi, mit tud felvenni? Mit tud felvenni? Most vegyek föl egy ilyen műbőr állarcot, vegyek fel egy hegesztő szemeget, és üljek ott egy boxer alsóban. Te is vegyél fel egy tangát. Cicásan gyere be a szobába. Én értem, mit mondasz, hogy a palics készüljön rá. Tehát azért az nem egy rossz elvárás, a Mirótól, hogy valami olyat kapjál föl, ami ritkábban van rajtad. A te elvárásod az lehet, hogy vegyen föl ő is valamit, ami ritkábban van rajtad. Csak egy palinak azért szerintem szűkebb a mozgás tere, ha csak nem megyünk el nagyon bizarr irányba. Egy pólót, kicsit jó illatú, vagy az tök jó, de az alap, azért egy nő több mindent tud, mert egy nő föl tud öltözni egy kicsit durvábban, egy nő föl tud öltözni nagyon szexisen, egy nő föl tud venni egy kicsit erotikusat, ami nem szexi, csak sejtett valamit, tehát nektek azért egy csomó eszköz van a kezetekben, hát most én felvetek egy tűzoltó ruhát, és befeketek oda neked, vagy pilóta ruhát, kevesebb mozgásterem van szerintem palikén, mindnőként, nem? Induljunk el már ki abból az pszitóból, hogy egy együttlét az általában úgy indul, hogy anyu leteszi a gyerekeket aludni, és milyen helyzetben találja, mikor visszatér apuhoz. Apu általában fekszik mondjuk a köntösben a kanapén, a lába fönt az asztalon. De én itt sosem fekszem, basszus! És nézi a Walking Dead-et! De rossz a férfiként! Vagy valami! Miért te így állsz az ajtóban, és támasztod, beolajozod? De mit csinálsz? Te hogy? Én amikor például sorozaton nézek, én valamikor edzem közben. Tényleg, én szobában, mert nem megy, szobába csinálok gyakorlatokat. Soha nem fettem még kilógó hassal köntösbe elnyúlva. Hol a tájra? Egy sörös doboz alá hasabon. Velem azért előfordul. A két fotír köntös alatt a semmi, a lábamon ott van az adiós papucsom. Mondjuk, igen. De mindezt úgy fekszel, hogy nem az ágynemű, hanem egy nylon borítás, hogy ne sérüljön az ágynemű. Trüffeles a számszéle még. És fogod a távirányítót, amin szintén nylon van, hogy ne sérüljön a távirányító. Nálatok azért ezt én sokkal inkább el tudom képzelni. Azért ez egy véglet, hogy kilógó a sörhassal köntösbe frotírzokniba. Tehát azért... Hát pedig szerintem nem, ez nem a véglet. Hát de miért nem mondtad el neki, hogy figyelj, vegyél, te akkor mondd, tehát az a jó, a pasikban az a jó, szerintem, hogy elmondják egyértelműen, mit akarnak a nőktől, édesen vegyél fel valami szexi. A nőnek is egyértelműen kell kommunikálni. Azt tetszik, ha úgy vársz engem, hogy mondjátok ki, mert a palik jobban kimondják, és mindig azzal vagyunk megvádolva, hogy mi kimondjuk, és ezek az elvárásainkat. Tessék nektek is elmondani, hogy azt szeretném, ma este hazamegyek, tedd le a gyerekeket, ebben várják. És ha teljesíti, akkor működik a terápia. Barátálkozz meg, vágd le a körmeidet. Ja, igen, persze. Kedv van, most fogad. Igen, kedv van, úgyhogy fürödj is meg, mert mindenkedve. Jobbál ki a köldöket. Tehát hidd el nekem, és jövő héten elmondod, hogy működik-e. Találj egy olyan napot, amikor le tudjátok adni a gyerekeket. Állítsd késztényeket. Mondd meg neki, Miro, ma este ezt és ezt és ezt szeretném, mert nekem ez tetszik, engem ez izgat, nekem ez jó. És mondd el, te ne azt mondd, hogy vegyél föl valamit, mert a palik ilyetére hülyék. Az akkor ott fog feküdni köntösbe, nem fogja megoldani. Mondd el, hogy mi az, ami neked tetszik, terápiás jelleg, és nézd meg, jövő héten mesélj, mi lett belőle. Megcsinálta, nem csinálta meg, jelmez kölcsönzőbe, mert mit tudom, én nem tudom. Áll is késztényekkel, hidd el, hogy az működik. Biciklis nadrág, ha neked az jó, érted. Persze. Csak mondd el neki egyértelmű, hogy mit szeretnél. Egyébként meg, tehát a Miró az egy kezdeményező típus, tehát ezzel nincsen baj, meg igyekszik
meg sőt, jól csinálja, amit csinál. De igen, valaki egy kinőtt mackonadrág húzentroger. Azt szerintem, akkor vegye föl, kicsi kőműves dekoldás, hát hányat láttunk régen, nem? A hétvégi autószerelések a panellakásokban, hát hány, nagyon rendben van. Figyelj, ti milyen gyakran hívjátok a férjeteket, feleségeteket, párotokat anyucinak vagy apucinak? Én azt utálom. Apucinak nagyon ritkán. Én utálom. Én nem szeretem. Apának, vagy nem apának? Azt apá, de anya, apa az mindig. Anya, én nem. Olyan, erről olvastam egy elég hosszú cikket, hogy ez miért nem jó. Hogy ez állítólag baromi rossz. Hú, nagyon. Ja, igen. Tudatosan elkerülött, hogy nem anyázol, nem apázol. Nem hívom anyán, nem az anyám, nem az anyámmal ez élek igaz. Együtt, ő meg nem az apjával. Ja, jó, de ő anya lett. De van erről egy elég jó cikk, ami azt mondja, hogy ha te anyácskának és apácskának hívod, akkor picit infantilis meg maradtál, és a saját anyaképedet vetíted a feleséget. Én vállalom. Tehát nem feltétlen egészséges, de mindenki úgy hívja, hogy akarja, mi nem anyácska, apácska, anya, apa, nálunk ez nincs. Nálunk mamice vagyok, nagyon gyakran. Mamica? Mamice. Az még jobb, mert ez egy ilyen öreg asszonyos kicsi. Na, ebben is van azért egy pici kis frajdi elszólás, úgy érzem. Mamice, anyuci, bár én a mamikit sosem szoktam apucizni, vagy apázni nálunk, Miró, és valaki mondta azt, hogy ha anyukázod, vagy apukázod a párodat, akkor ő beleragad ebbe a szerepbe, és ő azokban a bizonyos más pillanatokban is, amikor inkább nőnek kellene lennie, vagy férnek, vagy feleségnek, akkor ő anyuka marad, és apuka marad. Igen. És egy idő után ez ez zavarokat okoz. Igen, bizony, ez nem feltétlen szerencsés. Igen. Hát akkor zavarok még nálunk váratnak magukra, úgy érzem, mert nálunk közül van ez az anya-apa. Simán. Anyci-apci. Simán van. Ez nem feltétlen baj, csak... Egy ismerősünk szólt egyébként ránk valamikor, hogy ne szeressétek már egymást annyira. Ne anyukázz már. És ami szintén vágyromból, és ez egyébként abszolút egyetértek, az pedig a méreg, a harag. Egy csomószor mondjátok, hogy a békülős szex az milyen jó. Hát én szerintem olyan nem létezik. Na ezzel nem értek egyet. Miért nem létezik? Miért nem? Azért, mert ez olyan dolog, hogy mint amikor feltöri a cipő a lábadat, akkor utána nem tudsz elmenni maratont futni, mert fáj. Tehát nem tudsz megszabadulni attól a pillanattól, hogy az előbb ez az ember, vagy ez egy órával, vagy reggel megrikatott, utána pedig este oda bújok hozzá. Na, ezt szerintem nem így van. Ezzel nagyon nem értek. Nagyon jó. Ezt szerintem nem így van. Szerintem is jó. Szerintem ad egy olyan plusz energiát, hogy... Mi? De a feleségedre békülsz? Optimális esetben. Optimálisan. Igen. Nem, csak elhívom, hogy végignézzek, mert aztán megyek haza a békülő szexre. Akkor ezt figyeld, na? Ez kellett. Ezt akartad? Most békülj ki velem, estelek kaphatsz. Szerintem azzal az emberrel, aki neked fájdalmat okozott, és egy nagyon intenzív fájdalmat értél át, és megbántott, és esetleg sírtál emiatt, az, ahhoz nem tudsz utána úgy odabújni, hogy azt mondod, hogy ez meg se történt. Figyelj, hát nyilván ez vérmérséklet függő, hogy az ember aznap békül ki, két napig nem szólnak egymáshoz, három nap után békül. De szerintem sokszor egy-egy veszekedés az adhat egy plusz rendet. De nem könnyű. Nem feltétlen így van. Nem könnyű, nyilván a nőknek sem könnyű, nyilván a megbántás mértékétől is függ, nyilván attól is függ, hogy miket vágtatok egymás fejéhez, ha túlépsz egy határon, akkor az embernek legkevésbé... A másik emberrel van kedve együtt lennie, de amikor mondjuk volt egy laza kis ajtócsapkodás is, és átmegy este egy ilyen békülésbe, az szerintem tud plusz energiákat hozni, vagy hát legalábbis nem tudom. Én úgy érzem, hogy azért abban akkor van lendület. Szerintem... Kicsit megbüntetett, kicsit szexeltet, kicsit mérges is vagy, kicsit ő is mérges, kicsit most nem tudod, hogy mit csinál, de nagyon fáj, de hadd adja vissza. Én szerintem abban van, én ebben látok lehetőséget. Ezzel nincs. Ott lelki, tehát ez egy lelki teher. Tehát, hogy nem, ezt most pozitív értelemben mondom, tehát, hogy lelkiekben ahhoz az egy picit erősebbnek kell lenni, meg tényleg egy kicsit így lejjebb kell adni, picit így kompromisszumot kell kötni, kicsit így meg kell bocsátani a másiknak. Szóval ez egy komoly feladat ilyenkor tényleg megbocsátani, és aztán úgy oda menni hozzá, hogy... És után megy tovább az élet. Ha nem váltok el, akkor azért egy normális családon, aki fölvállalja, vannak összeveszések, veszekedések, viták, hát azért... Ez nem egy örök életre szóló összeveszésnek a feloldása. Ne, persze. Igen, maga a feloldozás ad egy olyan könnyebbséget, és egy olyan plusz bele. Igen, ezt gondolod. Te jól esett, rahagy meg. Én ebben vitatkoznék veled, Gyuli. Beszélj egyszer velem össze. És akkor megmutatom, hogy ez milyen.
legalább úgy megbüntetlek, ha a faladja a másikat. Brutálisan nagy békülő szexes vagyok, úgyhogy akarod, összeveszhetünk. Szerintem ebben van. Ad egy plusz intenzivitást a dolognak. Egy kicsit kimozgat a megszokott dologból, hozhat egyfajta új energiát, új lendületet. Úgyhogy nem. Jó, akkor verkelni mész, ezt mondd el, illetve a konkrét dolgot a paliknak, minden nő kipróbálja, nézzük meg, hogy mennyire hajtja végre, mit hajt végre, hogy értelmezi az üzenetedet, és mennyivel lesz jobb a dolog. Fontos, nem? Tehát ne csak elvárás legyen, hogy találj ki te is valami ügyet, mondd meg neki, hogy mit szeretné péntek vagy szombat este. Jó, kíváncsi vagyok, hogy működik-e. Kitalálok. Jó, a Miro első reakciója, amikor majd bejön a lakásba, és azt látja, hogy a szoba közepén, hogy irgalmatlanul verkez, és így elmegy emelleted, észreveszi egyáltalán, kéri a vacsoráját, megkérdezi a gyerekek, alszanak, a házi feladat kész van-e, vagy pedig rögtön veszi a lapot. Azonnal venni fogja. Én bírom, amikor a csajok ilyen nőies dolgot csinálnak, elmennek rúttáncolni, izmosodnak, tverkelni tanulnak. Ez kicsit azért magukról is szól, kicsit a paliról is szól, kicsit a vágy fenntartásáról is szól. Ezek szerintem tök jó dolgok a kapcsolatban. Ez szimpi. Ezt én szeretem. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.